Nem a véletlen műve volt, hogy a szekszárdi kajakkenu klub nagyszabású évelei díjkiosztóján nem a szakosztály ismert, az elmúlt évek világversenyein jó szereplő, a médiumok által bemutatott maratonisták kerültek reflektorfénybe. A közép- és hosszú távú építkezés abszolút prioritás a klubnál, ez lehet egy későbbi tartó sikerkorszak pillére. És ebben a szakosztály növekedésében az is fontos, hogy a kezdőkre, nevezzük jeddiknek, MK-soknak, bárhogyan őket, nagyon odafigyeljenek és díjazzák azokat a csöpségeket is, akik a szeptemberi megérkezésük óta több mint százszor voltak a bázison szüleik jóvoltából edzésen. Piciknek kell a visszaigazolás, nekik kell az, hogy valóban jól teljesítenek-e, jól járnak-e, megfelelő a munkavégzésük, vagy nem. És hát ezt próbáljuk egy kicsit ilyenkor erősíteni a szülőkben is, hogy hajrá minél többet jönni, és egy kicsit nekik is megmutatni mindig a klub működését, hogy miből áll az össze, kik azok, akik segítenek, és hogy milyen széleskörű bázis kell mozgatni ahhoz, hogy egy ilyen klub működjön. A csupán 9 éve létező szekszárdi kajakkenu klub túl azon, hogy legtehetségesebb ifjei között, Bodnár Balástól elindulva Horváth Ádámon, Korsos Zsófián át egészen Nagy Viktóriáig, győzni tudtak a világversenyek elsősorban páros számaiban, de Nagy Viktória egyéniben is többször dobogós volt. Nos, emellett az ad okot az örömre, hogy mára már közepes méretűvé nőtt a nem is olyan régen még kis klub, 80 versenyzővel rendelkeznek, élve a biztos szponzori háttér adta lehetőségekkel. Nyilván afelé megyünk, hogy igazán nagy közepesek legyünk, vagy súroljuk a nagy határát, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk, hiszen most az infrastruktúra fejlesztésekkel, ha minden jól megy, akkor a következő év végére, vagy következő év elejére már úgy állhatunk, hogy akár nagy szakosztály is lehetnénk, de hát azért még humán erőforrásban és egyéb anyagi forrásokban azért még a működéshez nagyon sokat kell hozzátegyünk. A tények beszédesek, a világvezető kajakkenu országában, Magyarországon másfél száz klub versengésében az eredményességi ponttáblázat alapján 24. a szekszárdi kajakkenu klub 2019-ben. Úgy, hogy U23-as és felnőtt versenyzővel még alig rendelkeznek. Ezzel a központi támogatás tortájából is, túl az erkölcsi sikeren, nagyobb szeretet tudnak minden évben kihasítani. Egy visszajelzés, hogy körülbelül hol állunk egyébként a klubok között, mennyire erős a bázisunk, tehát természetesen nem egy-egy kiemelkedő versenyző hozza ezeket a pontokat, hanem a bázis hozza ezeket a pontokat. Hát 168 tagegyesülete van a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, és olyan 98 és 100 között szereznek bajnoki pontot egyáltalán, tehát nem annyira könnyű bajnoki pontot szerezni, és ebből vagyunk mi most a 24-ek. Itt még mindig nincs kenunk, és most érünk el oda, hogy lesz egy-egy felnőtt sportolónk, és talán azok a hézagok is, amik az elején voltak korosztályokban, azok is most az alsóbb korosztályokban kitöltöttnek látszanak, úgyhogy a későbbiekben én bízom benne, hogy ismét beérünk 20 közé, vagy akár a 10 közelébe is. A klub szakmai munkáját irányító és vezető Jámbor házaspár, Amondó, az eddigi sikeremberek számára is próbatétel lesz a következő év, már az idei is az volt, amikor kinőve az ifi korból, közelítve az U23-ashoz és a felnőtthöz, korcsoportokat váltva, újabb nehézségek és konkurencia harc közepette újra kell magukat építeni. Minden előről kezdődik az élsportolóvá válás szempontjából. Nem bocsátkozunk jóslásokba, de a serdülőknél és az ifiknél szinte bizonyos, hogy a következő évben új sikeremberek is jelentkeznek a szekszárdi kajakkenu klubnál.